szerkesztő vagyok. Jogász, kutató, az Akadémiai Dolgozók Fórumának egyik szervezője és képviselője. Körülbelül 4 éves lehettem, amikor egy napsütéses, kellemes nyári napon édesanyám leültetett a televízió elé ezekkel a szavakkal: nézzed, hiszen most zajlik a történelem, most történik a rendszerváltás, szabadok leszünk. Egyébként Nagy Imre újratemetését közvetítették. Megnéztem a műsort, elraktároztam magamban 4 évesen az ott látottakat, amennyit ebből el lehetett raktározni. Néhány évvel később, egy immár őszi napon az általános iskolában a tanítónk átterelt minket, az egész osztályt, a közeli orvosi rendelőbe. Először izgatottan sétáltunk, természetesen nem mondták meg nekünk, hogy kötelező védőoltást fogunk kapni, nem szerették volna, hogy hisztit keltsünk. Persze, amikor kiderült, hogy Szuriról van szó, akkor egyre többen és többen kezdtünk sírni, félni. Korábban a szülőket sem tájékoztatták, hogy ez fog másnap történni az iskolában. És ugyanez történt akkor is, amikor néhány héttel később én már az iskola fogorvosához vittek el minket, aki fúrni-faragni kezdett a szánkban. Ezt már nem hagyhattam, kitéptem magam az orvosi székből, kiszaladtam a rendelőből, nem lehetett mit kezdeni velem, elmaradt a kezelés, be is zsebeltem az első igazgatói intőmet. Rendszerváltoztatás, önrendelkezési jog 1992-ben egy Szabolcs-megyei zsákfaluban. Ezek olyan kérdések és olyan meghatározó élmények voltak számomra, amelyek miatt később úgy döntöttem, hogy jogász leszek és kutató leszek. Az Akadémiai Dolgozók Fórumának mind az 500 tagja, 5000 tagja rendelkezik valamilyen személyes, meghatározó élménnyel, ami miatt úgy döntött, hogy kutatói hivatást fog magának választani. Ezek az élmények nagymértékben eltérőek, ezért aztán eltérő pályákat járunk be. Vannak közöttünk olyanok, akik a kórházi fertőzések megelőzésének lehetőségét, de legalábbis gyógyításának lehetőségét kutatják. Vannak közöttünk olyanok, akik a gyermekszegénységgel foglalkoznak. Vannak közöttünk olyanok, akik az emberi testet felépítő sejtek alapvető szerkezeti elemeit vizsgálgatják. Sokan, sokfélék vagyunk. Fiatalok, idősek, konzervatív álláspontot képviselők, vagy szabad elvűek. Vannak közöttünk vallásosak és a világnézeti meggyőződéseket elutasítóak. Ez egy nagyon divers társaság. Van azonban egy olyan kérdés, amelyről mindannyian, akik az MTA, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatában dolgozunk, egyetértünk. Ez pedig az, hogy a kutató munkát csak akkor tudjuk folytatni, hogyha a tudományos kutatás szabadsága biztosított marad. Mit jelent a tudományos kutatás szabadsága? Jelenti egyrészt azt, hogy szabadon tehetünk fel kérdéseket. Megkérdezhetjük azt, hogy miben különbözik a mostani politikai rendszer az 1989 előttitől. Feltehetjük azt a kérdést, hogy a 2010 utáni oktatáspolitikai reformok hozzájárultak-e vajon a társadalmi mobilizációhoz, vagy elnehezítették azt. Feltehetjük azt a kérdést, hogy Magyarország vagy tágabban az Európában tapasztalható demográfiai válság milyen szakpolitikai eszközökkel volna megoldható. Nem elég azonban, hogyha szabadon kérdezhetünk. A tudományos kutatás csak akkor lesz értékes, az eredménye csak akkor tekinthető objektívnek, hogyha a kutatók szabadon, vagyis a tudományon kívülről érkező befolyástól mentesen végezhetik a munkájukat. Ebben nem férnek bele a listázások, ebben nem férnek bele a lejárató kampányok, és ebben nem férnek bele a munkafeltételeinket ellehetetlenítő kormányzati pénzügyi intézkedések. Végső soron a tudományos kutatás szabadsága csak abban az esetben lesz teljes, hogyha az így kikutatott eredményeinket szabadon adhatjuk közre. Kommunikálhatjuk mind a tudós közvéleménynek, mind pedig a széles társadalmi nyilvánosságnak.
és közben nem kell attól tartanunk, hogy matricákat ragasztanak ránk. Ezek azok az értékek, ezek azok az elvek, amelyek veszélybe kerültek, hiszen immár egy évvel ezelőtt megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia eljelentéktelenítése, egy lejárató kampány indult ellene, amelynek sajnos részévé vált a listázás, az ügynöközés, a megbélyegzés. Ezért aztán mi, akadémiai dolgozók úgy döntöttünk, hogy létrehozunk az akadémián belül egy szerveződést. Ez tehát az Akadémiai Dolgozók Fóruma. Mi azt képviseljük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, ez a közel 200 éves, erősen nemzeti intézmény, nem engedhet politikai zsarolásnak, hiszen a felelőssége történelmi. Nem csak azért felelős, hogy kiemelkedő minőségű kutatómunkát produkáljon. Azért is felelős, hogy erkölcsi példát mutasson a magyar társadalomnak. Nem engedi, nem engedheti a gerincét megtörni zsarolással, fenyegetéssel, lejáratással. Ennek szerettünk volna hangot adni akkor, amikor 2019. januárjában elindítottuk a mozgalmunkat, amikor később élőláncot vontunk az MTA székháza elé, majd akkor, amikor itt a főutcán piros lapot mutattunk az innovációs és technológiai miniszternek. A harcunk még nem ért véget. Még csak azt sem gondolom, hogy immár a végjátéknál tartanánk. De hétfőn nagy nap következik. Az akadémia közgyűlésén lesz a sor, hogy megmutassa, Magyarország szellemi elitje nem engedhet politikai zsarolásnak. Mi, az akadémia dolgozói ott leszünk hétfőn délelőtt a Széchenyi téren, hogy kifejezzük szolidaritásunkat azokkal, akikre egy nehéz döntés hárul, és hogy megmutassuk, nem hátrálunk meg. Köszönöm a figyelmet!